Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk itt mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Remélem, még egyszer mondom, nem bántó senki számára. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? Ezt tegye fel a kezem. Oké. Köszönöm szépen. És mi baj van a jelenlegi világunkkal? Etikátlan. Etikátlan, aztán? Elnyomás. Elnyomás. Tudatlanság. Érzéketlenség. Mindenki a saját érdekét védi. Egyre butábbak. Egyre tudatlanabbak az emberek. Hát, ha összekapcsoljuk, tehát azzal, hogy minél tudatlanabb egy ember, annál többet hibázik. És ha a társadalomban az emberek tudatlanok, akkor a társadalomban nagyon-nagyon sok ember hibázik. És ha egy ember tudatlan, akármilyen szinten, lehet az egyszerű dolgozó, vagy középvezető, vagy vállalatvezető, vagy akár a hatalomban lévő vezető, akár egy miniszterelnök, ha nem elég tudatos, nincs elég tudása, akkor bizony hibázik. Milyen területeken kellene, hogy az embernek tudása legyen? Nézzük meg. Itt van 10 terület. Hát az embernek fontos lenne, hogy tudjon bánni önmagával, párjával, szüleivel, gyerekeivel, másokkal, a munkájával. Pénzzel, környezetével, hatóságokkal, Istenével. És ezeken a területeken egy egyén nem tud boldogulni, akkor hibázik. Mert ezeken a területeken akkor problémái lesznek. És az ember úgy működik, hogyha problémái lesznek, akkor bizony elkezd rosszul működni. Tehát minél több problémája, vagy minél nagyobb problémája van egy embernek, annál rosszabbul működik. Minél tudatosabb, eszesebb egy ember, annál jobban működik. De ahhoz, hogy valaki jól működjön, nem elég az, hogy kitűzi célként, hogy ő jól akar működni, mert rájön arra, hogy nem jól működik, mert sok ilyen ember van, aki rájön arra, hogy nem jól működik, sőt, ki is tűzi, hogy ő jól akar működni azon a területen, ami nem jól működik, de hogy tud valaki jól működni módszerek nélkül? Tehát ha nincsenek módszerei, akkor az ember elmehet a céljaival a sóhivatalba. Tehát ez olyan dolog, mint mikor mondjuk elkezdted a szakmádat. Ki az, aki tanult valamilyen szakmát? Jó. És akkor ugye nagy álmokkal, vágyakkal indultunk neki a szakma tanulásának, nem? És akkor kiderült, hogy mit tudom én, már eleve az emberek nagy része, aki elvégezte a szakmát, az már nem is a szakmába helyezkedett el. Ráadásul aki elhelyezkedett, azok közül is sokan ott hagyták a szakmájukat, mert nem jutottak el arra a szintre, hogy jól végezzék a szakmájukat. Tehát az, hogy az ember kitűz valami célt, vagy szeretne valami pozitív változást az életében, az édes kevés, tudás nélkül. Tehát nagyon sok ember egy szakmában azért marad, mert profi. Tehát profivá vált az évek alatt. Miért? Mert rengeteg módszere van abban a szakmában. És ezért azt a szakmát sikeresen tudja művelni.
Na most miért gondolja az ember azt, hogy az élet bármely területe másként működik, mint egy szakma? Tehát még egyszer, ha egy szakmában jól akarunk működni, akkor nem elég, hogy cél tűz ki az ember. Hát mondom, gondoljátok végig, aki beiratkozott bármilyen szakmába, az azért iratkozott be, hogy majd abban a szakmában dolgozzon. És ennek egy kis része az, amelyik elhelyezkedett abba a szakmába, még kisebb rész, aki sikeres is lett abban a szakmában. Na most, de ugyanez az életünk teljes egészében. Miért gondoljuk azt, hogy módszerek nélkül ezeken a területeken lehet boldogulni? Hát most gondoljuk végig, minták alapján boldogulunk ezeken a területeken, illetve nem boldogulunk, mert rossz volt a minta. Tehát ha jó mintát láttunk volna ezeken a területeken gyerekkorunkban, akkor jól tudnánk boldogulni. De nem, hogy jó mintát nem láttunk, nem is kaptunk tudást a szüleinktől ezeken a területeken, sőt, hát az iskolákban meg semmit. Még annyit sem, mint a szüleinktől. Na most akkor hogy várható el tudás nélkül, hogy bármelyik területen az ember jól működjön? Tehát gondoljátok végig, most egy sokkal, de sokkal bonyolultabb világban élünk, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt az emberek. De ahhoz képest is sokkal bonyolultabb, mint ami mondjuk 50 évvel ezelőtt volt. Ugye én azt megéltem már, és emlékszem, mert én egészen óvodáskoromig simán visszaemlékszek. Simán. Tehát lényeg az, hogy egész más a világunk. Tehát megváltozott a világ. Lényegesen megváltozott a világ. De ahhoz képest az emberek nem szereztek több tudást. És azzal a tudással akarnak boldogulni, amivel mondjuk a múlt században boldogultak az emberek. Mikor múlt században? Nem a múlt század végén, mondjuk az elején. A múlt század elején. Tehát azzal a tudással nem lehet boldogulni. Hát gondoljátok végig, régen a házasságok nagyon kis százaléka végződött válással. A válás, tudod, mi volt? Az, hogy az egyik meghalt. Az volt a válás. Most nem, jellemzően nem az a válás, hogy az egyik meghal, hanem az a válás, hogy az egyik megunja a másikat. És elválnak. Tehát nem változott meg ez a terület? Hát a jelen, tehát akik nem 20-30-40 éve házasok, hanem mondjuk olyan generáció, amely fiatalabb generáció, mondjuk 68 utáni vagy 93 utáni generáció, azoknak minél későbbi generáció, annál nagyobb százaléka válik el. Minél öregebb a generáció, régebbi, annál kisebb százalék válik el. Tehát akkor nem változott meg a világ? Hát megváltozott, ha az emberek el akarnak válni. Hát lényeges változás van, és ahhoz képest mondjuk a párkapcsolat területén mennyivel tudnak többet az emberek, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt? Semmivel. Semmivel. És ez csak egy példa volt, de bármilyen területen ugyanígy működünk. Tehát ha megnézzük, sokkal jobban bántak önmagukkal az emberek, mondjuk 30, 40, 50, 60, 100 évvel ezelőtt, mint manapság. Ma az embereknek sokkal, de sokkal kevesebb az önbizalmuk, mint valaha. Most ne ragadj ki egy egyént, hanem a társadalmat nézd. Tehát így összességében. Tehát ugye mi a bizonyítéka? Az, hogy valakinek van önbizalma, önbecsülése, önértékelése, hogy a saját életének az irányítását a saját kezében tudja tartani sikeresen. Oké? Sikeresen. Nem döcögve,
sikeresen. Na most ehhez képest megnézed, hogy hány ember tudja a saját életének az irányítását a saját kezében tartani sikeresen, nagyon kevés. Nagyon kevés az olyan ember. Oké, ha megnézed, most gondold végig, a párok jó része ma a világban, a fejlett világban már a második, harmadik vagy negyedik párkapcsolatát éli. Érted? Olyan családok vannak, hogy innen hozott gyereket az egyik, onnan hozott a gyereket a másik, lehet, hogy van közös gyerek, van én gyerekem, te gyereked, közös gyerekünk. Hol volt ilyen régen? A világ óriási mértékben megváltozott, és az embereknek halvány dunsztjuk nincs avval kapcsolatban, tehát halvány fogalmuk nincs avval kapcsolatban, hogy a jelenlegi világban mit is kellene tenni. Ha megnézzük, valamilyen szinten tükrözi a nép tudatlanságát a vezetés, mert mindig azt mondják, hogy fejétől bűzlik a hal. Amilyen a nép, olyanok a vezetői. Tehát ha megnézed mondjuk az EU-ban a vezetőket, de hát most ne az EU vezetőit nézd, mert azokat nem nagyon ismerjük, hanem az országok vezetőit, hiszen abból áll az EU vezetése, az országok vezetőiből, megnézed, nem találsz Európában az összes ország vezetői között egy eszes sem. Egyet sem. Honnan tudom, hogy nem találsz? Lásd Covid. Mondom, lásd Covid. Mind elhitte, mind végrehajtotta, amit nem kellett volna elhinni, és nem kellett volna végrehajtani. Ez úgy működik, hogy minél tudatlanabb egy ember, annál jobban elhisz bármilyen baromságot. Oké? És ha a nép elhitte, azt meg lehetett volna érteni, de a vezetőknek nem szabad lett volna elhinni dolgokat, érted? De a vezetők még inkább elhitték, mint a nép, érted? Szóval olyan a vezető, mint a nép. Mindenütt. Tudatlanok az emberek, most gondold végig, ha tudatlanok az emberek, nem tudnak okos, értelmes vezetőket találni maguk közül. Hát akkor tudnának okos, értelmes vezetőket találni, ha ők is okos, értelmesek lennének. Tehát nem az az okos, értelmes ember, akinek mit tudom én hány egyeteme vagy főiskolai végzettsége van, hanem aki boldogul ezen a 10 területen. Az. Oké? És itt benne van, megnézed, az összes életterületünk. Tehát akkor tud az ember okosan, értelmesen működni, hogyha jön egy kérdés valamilyen területen, és azt mondja az ember, bármelyik területen, hogy tudom a választ. Érted? A legtöbb embernek jön egy kérdés ezen a területen, és nem tudja a választ. És elakad. És nem is tud tanácsot nagyon kérni. Vagy ha tud, a gatyáját oda fizeti a tanács adásra, amennyiért kap tanácsot. Tehát az embernek ehhez a világhoz, tehát egy sokkal, de sokkal bonyolultabb világban élünk, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt éltek az emberek. Bár 100 évvel ezelőtt már bonyolult világ volt, mert már túl voltunk egy első világháborún. Tehát inkább azt mondom, hogy 120 évvel ezelőtti világ. Oké? Amikor még nem volt világháború. Tehát ahhoz képest egy sokkal, de sokkal bonyolultabb világ van. És azt látni, hogyha jobban megnézed, hogy a buta emberek próbálják az akaratukat ráerőszakolni
a még butábbakra. Szó szerint. Tehát nem az az okos ember, aki elérte azt, hogy hatalmon legyen. Tudod, hogy ért el? Így. Így. Megnézed például a Magyarországon hatalmon lévők, akik jelenleg hatalmon lévők van, hatalmon vannak, hány pártot csináltak ki az elmúlt 30 év során? Hány pártot? Szó szerint ki csináltak? Érted? Na most ami mit jelent? Hogy így haladtak előre, érted? Szó szerint. Jó? Tehát nem úgy kell, tehát nem azzal kell, tehát nem erővel kell hatalomra kerülni, hatalmon lenni, érted? Hanem ezzel kellene. De ezzel nem tudnak, mert nem eszesek. Van nekik agyuk, mint minden embernek. De nem mondhatni azt, hogy túl eszesek. Mondom, ha mutatják, tehát ha azt mondanánk, hogy eszesek, akkor nem mentek volna bele ebbe a Covid hülyeségbe, meg a háborús hülyeségbe. Tehát ez a bizonyíték a politikusoknál. Hogy egyszerűen nem tudnak gondolkodni. Nincs józan paraszti eszük. Nincs. Én azt tudom, hogy nem akarok senkit megbántani, de én nagyon sok olyan emberrel dolgoztam már, akinek volt diplomája. Tehát most a diplomások ne sértődjenek meg, jó? Sőt, olyanokkal is, akinek több diplomája volt. És tudod, mit láttam? Minél iskolázottabb egy ember, annál kevesebb a józan paraszti esze. Oké? Mert az iskola kineveli belőlük. Szó szerint ez a célja az iskoláknak, hogy a józan paraszti eszüket az embereknek kineveljék. És tényleg ezt láttam. Tényleg ezt láttam. Nyilván kivételek voltak. De a kivétel, tudod, mit szokott csinálni? Hát erősíti a szabályt. Így van, szabályerősítő. Szóval, lényeg az, hogy egy érdekes világban élünk, olyan világban, ahol soha nem volt szükség ennyire a tudatosságra. A tudatosságnak két feltétele van. Két nagyon fontos, nyilván több feltétele van, de két nagyon fontos feltétele van. Az egyik az, hogy az embernek legyen jó hangulata. Mert nincs tudatosság jó hangulat nélkül. Oké? Hiába tanul bárki bármit. Ha rossz hangulatba kerül, elveszíti a tudását. Kikapcsol ugyanis a tudatossággal. Valaki ismeri egy kicsit is az emberi elme működését, akkor pontosan tudja azt, hogy egy rossz hangulatú ember nem képes a tudását hasznosítani, azért, mert kikapcsol a tudatossága, és bekapcsol az ösztöne, és elkezd ösztönösen működni, és hiába akar gondolkodni, nem tud gondolkodni, mert a múltat idézi vissza a jelenbe, és annak alapján cselekszik a jelenbe, ahogy a múltban történt. De a múlt meg a jelen az soha nem azonos. Tehát nem lehet a múlt alapján a jelenbe cselekedni. A jelen az a jelen. A jelen alapján kell cselekedni, nem a múlt alapján. És az ember sajnos úgy működik, hogy a rossz hangulatú, képtelen hasznosítani bármilyen területen, bármilyen tudását. Tehát ugye ez az egyik feltétel, hogy jó hangulatban kellene az embernek tartani magát. Hogy ezt hogy tudja megtenni, erre vannak technikák. Módszerek, amit az ember meg tud csinálni, meg tudja előzni, hogy rossz hangulatba kerüljön. Oké? De ezt nyilván nem a díjmentesbe fogom tanítani. Oké? Mert ha valaki a díjmentesbe szeretné, hogy tanítsak ilyeneket, akkor valahogy a csere dolog az életében, az a tisztességes csere dolog az életében valahogy nincs rendjén.
Nincs egyéb. Ő csak kapni akar, adni cserébe nem, semmit. Pedig, ha megnézitek, a módszereket átadó szervezetek rajtunk kívül nagyon sok pénzt kérnek a módszerekért. Nagyon sok pénzt a módszerekért. Hát ugye ezt a szokást, hogy nagyon sok pénzt kérnek a módszerekért a szervezetek, ezt mi fölrúgtuk, és mi nagyon kedvező árat szabtunk a módszerekért. Szóval lényeg az, hogy van egy feltétel, a hangulat. Másik, hogy az embernek kellenek technikák, módszerek. Tehát hiába valaki jó hangulatú, ha nincsenek módszerei, nincsenek technikái. Érted? Nem tud, tehát nincs tudása azon a területen, amin boldogulni akar. Tehát ez a két legfontosabb feltétel. Na most, hogy hogyan legyen módszere az embernek? Másként nem lehet, csak tanulással. Én életemben sok millió forintot költöttem a saját tudásomra. Oké? Az átlagnál sokkal, de sokkal többet. Hála Istennek ezt megtehettem, és egy forintot sem sajnálok ebből. Oké? Tehát egy forintot sem. Szóval, ha az ember tudást akar, akkor tanulnia kell, és jó állapotba kell lenni. De a jó állapot megtartásához is tudásra van szükség. Oké? És rengeteg dolog történhet egy emberrel manapság. Régen közel nem történtek az emberekkel annyi dolog, mint manapság. Sose. Hát kezd azzal, hogy már úgy működik a társadalom, hogy hallgatják a rossz híreket, és elszomorodnak rajta. Onnantól kezdve elszomorodott, már is vége a tudásának, bármit is tanult. Régen az emberek nem hallgatták a híreket, mert nem tudták hol hallgatni. Nem volt se tévé, se rádió, se újságok nem jártak. A híreket azt hallhatták, hogy mi történt a faluba, max, a másik faluba, a szomszéd faluba, vagy mi történt a városba, vagy a másik városba. Ennyi volt a hír. Az, hogy a világban mi történt, halvány lila dunsztyuk nem volt. Akkor erre mondják ma a tanárok, akik tanítják az embereket, ó, hát milyen tájékozatlanság volt. Most meg milyen tájékozottsággal, hogy az emberek tudhatnak mindent. Tudod, mi a baj a tájékozottsággal? Hogy azokat a híreket, amit te hallasz, az megkozmetikázták. Annak a fele se igaz. Oké? Fele se igaz. Azt értek el, azt akarják elérni a hírekkel, hogy te rossz hangulatban legyél, amit az imént mondtam. Hogy ne tudj módszereket használni, ne tudj gondolkodni. Érted? Ezt akarják elérni. Tehát, ha most abból, amit hallasz engem, egy dolgot szeretném megjegyezni, akkor azt mondanám, hogy kerüld a híreket, jó? Addig kerüld a híreket, míg nem tanulod meg azt, amit én tudok már, annak ellenére mégse sok hírt olvasok, nehogy félreértsétek, hogy ki tudom szűrni a valóságot és a hazugságot a hírekben. Érted? Tehát ki tudom szűrni. Ez nálam úgy működik, hogy fölteszem kérdéseként, hogy ez igaz-e vagy hamis, és megkapom válaszként, hogy igaz vagy hamis. Nem egy embernek teszem föl, hanem fölteszem a lelkemnek, és a lelkem választ kap, a lelkem választ kap, és a lelkem átadja a választ számomra. Oké? Miért? Mert nálam van egy ilyen képesség, amit én ezt tudok működtetni. Ez minden embernek lenne ilyen képessége, ha megérdemelné, és úgy működne, hogy ezt a képességet működtetheti.
Oké? Szóval, például mondjuk van egy képzési anyag bármilyen területen, ami az emberekre vonatkozik. Természetes, hogyha én ezt tanulmányozom, akkor abban meg tudom mondani az imént említett módszerrel, hogy melyik része a valóság, melyik része a hazugság. Oké? Jó? Mert a lelkemtől megkapom a választ, de nem a lelkem adja meg, nem a lelkem ilyen okos, hanem a lelkemnek megküldik a választ. Oké? És érdekes módon ezek a válaszok még sose csaptak be. Sose. Nem így volt mindig, most ne érts félre. Azóta kaptam ezt a képességet, mióta a tevékenységünk az, ami most van. Bár a múltban is, már a 90-es években elmondtam, hogy mi lesz a jövőben, és az lett a jövőben. Jó? De ezt a válaszokat megküldték nekem, hogy mi lesz a jövőben, és az lett a jövőben. Az, ami volt 2020 márciustól, ott 2 hetet tévedtem. 2 héttel hamarabb jött, mint ahogy jósoltam. Azt nem mondják, hogy mi lesz a gond, csak azt, hogy gond lesz. Oké? Jó? Tehát, hogy konkrétan hogyan fog a gond megjelenni, azt nem mondják, csak azt mondják előre, hogy mi lesz a gond. Vagyis, hogy gond lesz. Jó? Nem az, hogy mi lesz. No szóval, lényeg, hogy gondoljuk végig egy olyan világban, ahol abszolút manipuláció folyik, a lakosság manipulációja, abszolút. 2. Próbálják elérni, hogy minél tudatlanabbak legyenek az emberek. Olyan dolgokról még véletlenül se tanítanak, ha állami tanításról van szó, amit hasznosítanak. Most gondoljuk végig. Amikor én iskolában jártam, az én korosztályom tudja. Voltak olyan szakmai dolgok, fiúknak, lányoknak, amit gyakorolhattunk. Tehát gyakoroltattak velünk. Például villanyszerelést tanultunk általános iskolában, érted? Például, mit tudom, a lányok, beleértve a fiúkat is valamilyen szinten, mit tudom én, tanítottak minket, hogy hogy kell ilyen terítőt, hímzés, igen, varni tanítottak minket, stb. Most az van, hogy a nők, nagy része a fiatal nőknek egy gombot nem tud fölvarni. Nekünk tanították az általános iskolában, hogy kell gombot fölvarni. Érted? Hát ha a szülők nem tanítják, akkor tanítják nekünk. Érted? Most ez kiszedték teljes egészében. Már ilyen sincs, érted? Hogy megtanítsák az embereket arra, ami alap. Érted? Miért ne varhatna föl egy férfi egy gombot? Miért éppen... mit tudom én, mondjuk egy nőnek kell fölvarni, amit az anyukája megtanított. Ha megtanított, ha nem tanította meg, akkor még egy gombot se tud fölvarni. Érted? Tehát nekem anyu elrakta azt a hímzést, amit én csináltam. Érted? És ott van. Ott van nálam. Megtaláltuk, mikor meghalt. Érted? Megtaláltuk egy ilyen kicsi, és megvan egy kis terítő. És megvan, és eltettük, és mai napig, tudom, 60-valahány éves, vagy 50-valahány éves, nem 60-valahány, 50-valahány éves, és ott a terítő. Érted? Hogy hívják, ott is csináltam? Amit, ilyen nagyobbat, amiből anyu csinált egy kis párnát, érted? Egy díszpárnát. Jó, az már tönkrement, az már nincs meg. De ezt az általános iskolában tanították, nem anyu tanította, hanem az általános iskolába, és utána, amikor hazamentem, hogy ez a házi feladat, akkor anyu segített, és mutatta, hogy hogy kell. De most már nincs ilyen. Nincs ilyen, érted? Tehát semmit nem tanítanak, ami a civil életben kell. Semmit. Tehát semmit. Tehát régen, amikor nem kötelező általános iskola volt, hanem járhattak tanulni, ugye ez a háború előtt.
járhattak tanulni a gyerekek, akkor gyakorlatilag megtanulták az olvasást, az írást, az alapműveletű számításokat, és az összes többi tanítást az a háztartásra vonatkozott. Tehát ugye a férfiak, nők a házban, a ház körül el tudjanak boldogulni. Ez volt az alap. Az, hogy mit tudom én, amiket most tanítanak például a matekból is, hogy nem tudom, életedbe a színusz, koszínusz, tangest, kotangest, hányszor használtad? Soha, soha, érted? Soha. De megnézed a fizikát, a fizikai képleteket, érted? A kémiát, érted? Soha, érted? És mondják, hogy alapműveltség. Mit tudom én, alapműveltség, hogy tudsz verseket szavalni, megtanítottak, hogy kötelezően tanulj meg verseket. Hányszor kellett elszavalnod azokat a verseket? Felnőttként? Egyszer sem. Jó, most nem tudnád, akkor hú, most kisebb ember lennél biztos. Nem? Szóval olyan felesleges dolgokat tanítottak, meg tanítanak, amivel csak elmegy az idő. Elmegy az idő. És azt a célt szolgálja, hogy gyakorlatilag úgy tűnjön, hogy tanulsz, érted? Úgy tűnjön, hogy tanulsz. Közben a tanulás az hasznosított tanulás kellene. Tehát amit tudsz hasznosítani. Tehát minél többet tudsz hasznosítani, nyilván annál jobb lenne. No szóval, lényeg az, hogy egy-két gondolatot elmondok magamról, csak hogy tiszta és világos legyen. Ide visszamegyünk az elejére. Egy pár gondolat. Jó? 84 óta vagyok házas. De nem úgy, hogy váltogatom a házastársaimat, jó? Hanem egy. Egy. Jó? Van két felnőtt fiunk, az egyik itt ül. Jó? A másik megnézi az előadást otthon. Akkor '87 óta foglalkozom emberekkel. Tehát nem most kezdtem. Üzletkötőként kezdtem el foglalkozni az emberekkel, csak hogy világos legyen. 91 óta van saját szervezésű csapatom. Azóta folyamatosan van saját szervezésű csapatom. 93 óta van saját cégem, és vezetek, tanítok embereket. 94 óta 4 különböző területen lettünk piacvezetők a vezetésemmel. A jelenlegi tevékenységünkben is piacvezetők vagyunk. Kaptam egy küldetést. Valószínűleg ezekért kaptam. Érted? De mindenkinek van egy küldetése. Tehát én azt a küldetést kaptam, én azzal születtem le, hogy tudást juttassak el az emberek számára. És ebben segítenek, hogy eljuttassam a tudást. De nyilván be kellett bizonyítanom, hogy erre én képes vagyok. Tehát kaptam egy küldetést, és a küldetés megvalósításához képességeket. Hogy mindenki lelki fejlődését elősegítsem oly módon. Mi az, hogy lelki fejlődés? Majd beszélek róla, jó? Oly módon, hogy közvetlenül fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást, mondom, az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, amely által az emberek képesekké válnak, ami a legfontosabb lenne az életben, bejutni abba a korszakba, ahol szeretet, béke és boldogság van. Oké? Tehát, ha az egyének szeretetben, békében, boldogságban élnének, akkor azt úgy hívnák, hogy szeretetkor, magyarul aranykor. Jó? Tehát szeretetkor. Na most gondold végig, ha mindenki szeretetben, békében és boldogságban élne a társadalomban, akkor az milyen világ lenne? Baromi jó. Nem? Baromi jó. De ahhoz eleve tudni kellene, tehát ilyen alap
tudásnak rendelkeznie kell, ilyen alaptudással rendelkeznie kellene minden embernek, hogy mi a csodát keres itt a Földön. Mi a csodát keres itt? És képzeljétek el, ez mindenkinek kideríthető. Kivétel nélkül. Körülbelül 5 perc alatt. Mondom, 5 perc alatt. Nem 5 év alatt, 5 perc alatt. Méghozzá egy ősi módszer alapján. Több ezer éves módszer alapján. Kideríthető. Nem bonyolult, holt egyszerű. Képzeld el, minden embernek van egy fix pontja, ami nem változik soha az életében. Na mi, az, mi lehet az, ami nem változik soha az életedben? A születési dátumod. Oké? A születési dátumod az sose fog változni. Az, míg élsz, marad. Oké? És képzeld el, a születési dátumodban benne van, hogy miért születtél ide. Ebbe az életedbe, nem az előzőbe, nem a Földre, hanem ebbe az életedbe miért születtél. Mindenkinek. Ott van benne. Kivétel nélkül. És 5 perc alatt ki lehet deríteni, és körülbelül még 5 perc alatt el lehet mondani. Jó? Max. Tehát maximum. Én ezt ugye olyan körülbelül 2 perc alatt kiderítem, és 2 perc alatt elmondom. Jó? Hogy kinek mi. Na most, mindenkinek ott van. És mindenki 3 dolog miatt született. Az, hogy azon a területen, ami a küldetése, tanulja, azon a területen, ami a küldetése, tegye a dolgát, és azon a területen, ami a küldetése, adja át a tudását, tapasztalatát másoknak. Oké? Halvány dúsztjuk nincs az embereknek erről. Tehát most gondold végig, céllal születtél. Ha egy embernek van célja, akkor tudja, hogy hova kell tartania. Ha nincs célja, akkor megy erre, arra, amarra, csak arra nem, amerre kellene. Na most, ez úgy működik, hogy tiszta és világos legyen. Ha egy ember a küldetése irányába halad, akkor boldog. Ha nem a küldetése irányába halad, szenved. Ennyi. Oké? Minél inkább nem a küldetése irányába halad, annál inkább szenved. Jó? Most, hogy ez a szenvedés testi vagy lelki, az most részletkérdés. Tehát ott kellene kezdeni egy embernek, hogy tudnia kellene, hogy miért született ide le. Nem azért, mert anyukád meg apukád összedugta a nemi szervét. Oké? Nem ezért. Bár a tested ezért jött létre. De neked a testednél van egy sokkal fontosabb részed. Nézzük meg, mi ez a sokkal fontosabb rész. Hopp, itt van. A lelked. A lelked. Hallottál már erről? Hogy az embernek van lelke? A magyar az egyik legválasztékosabb nyelv a világon. Nincs talán még egy olyan nyelv, ami annyi szóval rendelkezik, mint a magyar. Jó? Ami azt jelenti, hogy a lélek szóra elég sok szavunk van. Oké? Ráadásul egy olyan nyelv, hogy amit alkot, azzal magyaráz. Tehát a magyar nyelv, magyar ember alkotta szavai,
azok kifejezik a szónak az értelmét. Oké? Nyilván nem a behozott szavakról van szó, amit más nyelvekből behoztunk. Oké? Hanem azokról, amiket a magyarok találtak ki maguknak. Oké? Na most mondok példát, jó? Mit gondolsz mondjuk a Kecskemétről? Azt, hogy az egy város, nem? És tudod, hogy hozták létre a Kecskemét szót? Régen úgy hívták a kecskét, hogy mét. Mét. Így van, a magyarok. A kecskét nem kecskének hívták, hanem métnek. Oké? És ebből a két szóból, az újból és a régiből hozták össze a városnak a nevét. Miért? Miért? Mert valószínűleg azon a területen sok olyan ember volt, aki kecskével foglalkozott. Akkor gondold végig, most mondok egy másik szót. Ott van például a magyar nyelvben egy teljesen egyedi szó. Például az, hogy német. Német. Miért egyedi szó? Mert máshol nem mondják, hogy német, csak a magyar mondja. Germán, meg mindenfélét mondanak, de nem azt mondják, hogy német. Oké? Na most, a németbe ott van a met. Tehát régen nem volt ékezetünk. Nem volt. Kimondtuk az ékezetet, de nem írtuk le. Oké? És ott van a met szó. Tudjátok, honnan lett a német? Tehát a németek, az ekte németek, az eredeti németek, azok szőke, kékszeműek voltak. Oké? Nem véletlenül Hitler ugye is kitalálta ezt. Így van. Tehát és amikor mentek a magyarok, törzs, jó? Hát nem azt mondanánk, hogy magyarok, hanem hunok, mindegy, de a hunok is magyarok, meg a magyarok is hunok. Jó, szóval lényeg az, hogy mentek a magyarok, és akkor mit mondtak? Szoktál ilyet csinálni, hogy né? Mi a né? Nézd már oda, azt jelenti a né. Oké, mikor rácsodálkozol valami, né? És mit csináltak ugye a német szőke, kékszemű emberek? Kecskét legeltettek a hegyoldalon. És mit mondott a magyar? Német. Nem azt mondta, nem a népre mondta, a kecskére, a német. Oké? És így rájuk ragadt a németekre, hogy német. A germánokra, a szőke, kékszemű germánokra, hogy német. Berlin, nem tudom, tudjátok-e, hogy a magyarok nevezték el. Kijevet, tudjátok, hogy a magyarok nevezték el. Utána kéne nézni ezeknek a dolgoknak. Jó? Szóval, de egyébként a magyar, mint törzs vagy nép, az csak Krisztus után 170-től van. Csak hogy ezzel is tisztában legyünk. Jó? Addig nem volt. Addig a magyarok azok arra mondták, hogy magyar, akinek egy Isten hívő volt. Tudod, mi az egy Isten hit? Az egész egy Isten hit egy nagy hazugság, ami a világban van. Az egy Isten hit azt jelenti, hogy neked van egy Istened. És abban az egy Istenbe hiszel. Oké? Ez az ősi vallás. Csak hogy tiszta és világos legyen. Ha neked van egy saját Istened, akkor nincs szükséged templomra. Hoppá! Oké? És bizony ez így van. Mindenkinek van saját Istene. Mai napig. Oké? Az, aki rábeszélt arra, és megkereste, hogy melyik családba szülesz bele. És
tud neked a lelkednek tanácsokat adni. Onnantól, hogy megfogantál. Tanácsokat ad a lelkednek. Hogy? Telepatikusan. Oké? Jó? És mindenre kaptál tanácsot a Teremtőtől, az Istenettől. Oké? Mindenre. Ami probléma ért az életben, vagy megoldást igényelt. És akkor miért nem tudtad megoldani? Hát mert nem hallgattál a lelkedre. Oké? Hát azt is meg kellene tanulni. A gyerek az hallgat a lelkére, ameddig nem rontják el. De onnantól, amikor az embert elrontják, nem hallgat a lelkére. Hát ugye azt gondolnád, hogy az egódat te fejlesztetted ki. A fészkes Fanny. Szüleid kezdték el kifejleszteni. Maradjunk ennyiben. Jó? Ha nem szüleid neveltek, hanem mondjuk a nagyszüleid, akkor a nagyszüleid kezdték el kifejleszteni. Jó? A múlt század elejéig a nőknek nem volt egójuk. Nem volt egójuk. Senki nem született egóval. Okay? Mivel születtek az emberek? Akarattal. Az akarat és az ego, az totál két különböző dolog. Mert az ego az negatív, az akarat pozitív. Oké? Okay? És az akaratod miatt tanultál meg mászni, akkor felállni, felülni, járni, enni, inni, beszélni, mindent az akaratod miatt. Ha nem lett volna akaratod, nem tudtad volna elérni. Oké? Okay? Nem az ego, az egónak ez semmi köze. Az ego az egy önbizalom, hol van? Ja, ott volt a 10 első pont. Önmagad. Az önbizalom, önbecsülés, önértékelés helyettesítő. Mit kell valamit helyettesíteni? Ha nincs. Oké? Okay? Tehát önbizalmat, önbecsülést, önértékelést helyettesítő energia. Oké? Okay? Mert kézzel az egót nem tudod megfogni. Ugyanúgy, mint kézzel nem tudod megfogni az önbecsülést, önértékelést, önbizalmat, azt se tudod kézzel megfogni. Jó? Az egy energia. Jó? Méghozzá az ego az egy negatív energia, az önbizalom, önbecsülés, önértékelés egy pozitív energia. Jó? Na most, ha az emberek tudnának, akkor nem lenne egy ilyen világ. Az emberek okosak, értelmesek lennének, és boldogulnának az életükben, nem lenne egy ilyen világ, amiben most élünk. De képzeld el, ha nem lenne egy ilyen világ, akkor nekünk nem lenne dolgunk. Hát ez a jó, hogy van egy ilyen világ, mert van dolgunk. Sőt, a bolygón a legfontosabb dolgunk van. Meg kellene menteni az emberiséget. Jó, most nem beszélek majd csak mindjárt arról, jó, hogy gondold végig, hova tart a világ, és mi lesz ebben az emberiséggel, ha így halad. Tehát, hogyha nem nézel pusztulást, meg ilyeneket, mi lesz belőle? Totális elnyomás. Totális elnyomás. Érted? Az a minimum. Az a minimum. Tehát tegye már föl a kezét, aki szívesen élne egy totális elnyomásban a világunkban. Tegye már föl a kezét. Érdekes, senki nem szeretne totális elnyomást. Pedig e felé megyünk. Hát nézd meg! Egyre jobban szabályoznak mindent. Lassan már azt is szabályozzák, hogy hol pukkizhatsz. Érted? Meg hol nem. Törvényben. És ha ott pukizol, ahol nem szabad, akkor megbüntetnek, érted?
Gondold végig. Szóval, lehet, hogy ötletet adtam most nekik. Azért, mert miről beszéltem sokszor már az életemben, tehát sok dologról azt megvalósították. Olyan, mintha ötletet adtam volna nekik. Hát nem ötletet adtam, hanem ugye információt kaptam a jövőről. Szóval gondold végig, hova jut ez a világ, ha nem tudatosodunk, ha nem gondoskodunk arról, hogy egy jobb világban éljünk. Na most ebben van egy kis bökkenő. Ugyanis az ember egy nagyon jól alkalmazkodó lény, és hatással van rá a környezete. És a környezete, amilyen a környezet, olyanná válik. Most ne, tehát az emberi környezetet nézd. Ne a természetet nézd, az emberi környezetet. Ha az emberi környezet rossz, akkor az egyén rossz. Ha az emberi környezet jó, akkor az egyén jó. Oké? Tehát erre van is egy magyar mondás. Mi a mondás? Aki korpak közé keveredik, megeszik a disznók. Oké? Tehát olyanná válunk, mint a környezetünkben lévő emberek. És az a baj, hogy az emberek olyan emberekkel kommunikálnak, akik nem pozitív hatással vannak rájuk, hanem negatív hatással. Érted? Tehát akkor tud az ember tényleg fejlődni, a fejlődés, a tudatosság és a jó hangulat, akkor, ha olyan emberekkel kommunikál, akik nem lehúzzák őket, hanem felemelik. Világos? De ha neked jó az, hogy lehúznak téged, az a te problémád. Oké? De ezt tudod, mit fog eredményezni? Az, hogy a jövő, tehát itt az emberiségnek sorsa van, mert feladata van. Oké? Tehát te egy feladattal leszülettél, küldetésed van, de nem csak neked, ezáltal minden embernek, és ezáltal az emberiségnek. És az emberiségnek, minden egyes embernek ez a küldetése. Jó? Hogy senki nem egyformán, de haladjon fölfele. És egyre magasabb és magasabb lelki szintet érjen el egy életében. Jó? Hogy ez most ez az élet, vagy következő, az most ebből a szempontból részletkérdés, bár nem részletkérdés, mert most kaptunk erre esélyt. Mert lehet egy következő élet is, csak azt nem biztos, hogy ezen a bolygón fogod megélni. Jó? És az eléggé gubancos lesz, tehát nehezítve. Ugye ezt tudod, nem tudom, tapasztaltad el, hogyha nem oldasz meg egy problémát, akkor kapsz hasonló problémát még nehezebbet. Nem csak a problémákkal van így, hanem az életeddel is. Ha ezt az életedet nem oldod meg, akkor a következő életben még nehezebb lesz. Jó? De azt mondod, hogy kit érdekel a következő élet, mert most élsz. Valamilyen szinten azt mondom, hogy én ezt elfogadom, ezt a fajta gondolkodást, semmi gond nincs ezzel, de ha ebben az életedben nem csinálod helyesen a dolgaidat, akkor egyre nehezebb lesz ez az életed. És ez a gyorsulás, ez a 70-es évektől elindult, illetve nem gyorsulás, ez a romlás. 70-es évek vége, inkább úgy mondom 80-es évek közepétől elindult ez a romlás, és nem tudom, észreveszed-e, hogy gyorsul. Igen. Tehát gyorsul. Tehát gyorsul a romlás. Így van, exponenciálisan gyorsul. Tehát számíthatnak az emberek arra, hogy egyre rosszabb és rosszabb lesz az életük. Jó?
ennek a legegyszerűbb módja, amit fognak alkalmazni, meg már alkalmazzák is, az infláció. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy a pénz elértéktelenítése. Jó, ez a legegyszerűbb módszer. Tehát az emberek dolgoznak, még fizetésemelést kapnak, stb. Csak nem olyan mértékben, mint amennyi mértékben a pénz romlik. És ezt, ha megnézed, ez is gyorsul. Tehát egyre nagyobb mértékben romlik a pénz, ahhoz képest, amennyit emelnek az embereknek. Jó? Na most, mivel az emberek nagy része pénzcentrikus, ezért pénzérzékeny. Magyarul elkezdi majd keményen szívni a fogát, mikor a pénzéből nem annyit vásárol, amennyit akar. És ezt már nagyon szépen látni. Látni mindenütt, hogy sokkal kevesebbet tudnak az emberek költeni, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Oké? És ez nem csak itt, nyugaton is így van. Oké? És eljutnak majd olyan szintre az emberek, bizony eljutnak hamarosan, hogy nagyon nagy, nagyon sok embernek nagyon nagy anyagi problémája lesz. És az ember úgy működik, hogy vagy meghal ebbe, belehal ebbe a dologba, vagy azt mondja, hogy keressünk megoldást. És tudod, mi az egyetlen megoldás? Tudatosodás. Oké? Tehát van megoldás. És akkor ráadásul nálunk ki van alakítva minden. Tehát nem tudsz olyan dolgot mondani, amire nem gondoltam, jó? A jövővel kapcsolatban és a jelenleg kapcsolatban. Nem tudsz olyan dolgot mondani. Tehát minden ki van alakítva, hogy az emberek eljussanak és haladjanak ezeken a szinteken. Jó? És az azt jelenti, hogy én azért vagyok itt, hogy te följuss a beteljesülés szintjére. Tudod, miért kell följutni? Hogy visszakerülj arra a felső létformába, abba a felső létformába, ahonnan a lelked jött ide a földre. Tehát még egyszer mondom, ez lehet, hogy sok embernek meredeknek tűnik, akkor is így van. A lelked egyszer idejött a földi létre azért, hogy egy élet során megtapasztaljon olyan dolgokat. Jó, nem mindenkinél egy élet, de a legtöbb embernél egy élet során. Megtapasztalja azokat, amit fönn nem tapasztalt meg, fönt nincs rossz. A rosszat nem tudtad odafönt megtapasztalni. Ezért lejöttünk, hogy megtapasztaljuk a rosszat. Csak nem mindegy, hogy meddig maradsz itt lent. Érted? Hány élet során? Nekem azt is megküldik, hogy kinek hanyadik élete van itt a Földön. Oké? Tehát erre is választ tudok adni. Szóval lényeg az, hogy gondold végig. Az embernek fejlődnie kell, céllal jöttünk le ide a bolygóra, hogy megtapasztaljuk a rosszat, de nem azért jöttünk le, hogy rosszá váljunk. Jóként lejöttünk, megtapasztaljuk a rosszat, és a rossz rosszá tesz minket. Hogy? Valami nem stimmel. Nem azért jöttünk le, hogy rosszá váljunk, hanem hogy tudjunk különbséget tenni, méghozzá határozott különbséget a jó és a rossz között. Sőt, a rossz és a jó különböző fokozatai között tudjunk különbséget tenni. És ezeket meg lehet tanulni. Emberként meg lehet tanulni. Simán. És utána vissza tudsz térni, vive ezt, tehát el tudod vinni ezt a tudást, amit itt megtapasztalsz, és vissza tudod kapni az összes addigi tudást, amit a teremtő teremtése óta, amióta a lelkedet teremtette, megtapasztaltál. Oké? Tehát nem, nehogy azt hitt, hogy a világban nincs rossz. Van. Hiszen a gonosz működik.
De a gonosz meg akarja szerezni az emberi lelkeket. És ezért gonosszá teszi. Eléri, hogy gonosz legyen egy ember, hogy megszerezze a lelkét. De onnantól kezdve nincs olyan, hogy visszakapod az előző tudásodat, mert az a jóknál van elmentve. Magyarul gonosszá tesznek egy embert, utána megszerzik a lelkét, mikor meghal, és azzal a gonosz lélekkel megy tovább a gonosz létformában, de az is egy isteni létforma. Oké? Tehát azért vagyunk itt a Földön, hogy ne váljunk gonosszá, nem azért, hogy gonosszá váljunk. Jó? Mert miért váltak ők gonosszá? Mert nem tudtak különbséget tenni a jó és a rossz között, mert odafönt nem volt rossz. Világos ez? Tehát egy, gondold végig, egy olyan csodálatos társadalomban, ahol nincs gonosz, nincs rossz, hogy tapasztalnád meg a rosszat? Sehogy. Tehát ezt képzeld el odafönt, ez így működik. Tehát hiába van, például mit tudom én, volt egy törzs régen itt a Földön, amelynek a vezetője mondjuk jó volt, akkor a törzs jó volt. És ott jók voltak az emberek. Kit érdekelte az, hogy a másik törzs gonosz, ha nem volt velük kapcsolat? Világos ez? Tehát az ember azért van itt, mint lélek, hogy megtapasztalja a jó és a rossz közti különbséget. És az a baj, hogy a sok ember nem tudja, aki eladja a lelkét pénzért elsősorban, hogy ez egy ármánykodás, ez egy csapdába csalás. Hogy gonoszszá váljon, hogy így szerezzenek lelket, mert már nincs lélekteremtés másfél millió éve. Oké? És csak az van, hogy vagy elveszik a lelket, és akkor több lesz a gonosz, vagy nem. És akkor maradnak ugyanannyian, amennyien vannak. Jó? Tehát ennyi fért bele a mai első részbe, csinálunk 30 perc szünetet, ahol módszereket is adok. Egyébként egészségteremtő coachképzésünk van. Jó, ennek a harmadik hónapja kezdődik a mai nap folyamán. Jó, mert befejeződött vasárnap a második hónap, és folytatódik az egészségteremtő coachképzés a mai nappal. Egészen 21-éig, tehát július 21-éig lesz ez a hónap. Jó, úgyhogy csinálunk 30 perc szünetet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!